A megszokott környezetben a megszokott eredmény. Így is össze lehetne foglalni Hellebrandt Máté Békés Csabai szereplését. A gyalogló 20 kilométeres bajnokságának hagyományosan Békés Csaba ad otthont, és a nyíregyházi versenyző a táv tízszeres aranyérmeseként állt rajthoz. Mint elmondta, már jobb erőben érezte magát, mint az egy hónappal korábbi dudincei versenyen, és ha a körülmények ideálisak, valamint erősebb a mezőny, akár az egyéni csúcsát is megjavíthatta volna. Persze így sem volt elégedetlen, a fedett pályán és szabadtéren összesen már 21-szeres magyar bajnok. Nagyon jó volt ez a verseny, örülök, hogy megvédtem a tavalyi bajnoki címemet. Úgy versenyeztem, hogy eltervezték az edzőnek Pokrovanszki Józseffel. A saját tempomban sikerült már rögtön az első kilométerektől kezdve versenyezni. Sajnos nem volt most olyan erős mezőny. A legnagyobb ellenfelem Venyelcsány Bence, a Honvéd gyaloglója, egy kilométer után már le is szakadt tőlem, ő most úgy néz ki, hogy nincs olyan jó formában. Ezért ez nem megnehezítette a dolgomat, hogy 20 kilométeren keresztül tényleg teljesen egyedül kellett versenyeznem. Már egy kicsit majdnem meleg is volt, a szél is folyt, szóval a körülmények nem voltak olyan jók, de még így is egy egész jó időt sikerült gyalogolnom. A dudincei verseny után nem gondoltuk van az edzőmmel, hogy ilyen jól fog sikerülni. Szóval mindent összevetve örülök a bajnoki címemnek is, és az időeredménynek is. Máté az elmúlt években az 50, majd a 35 kilométeres távra készült. A jövőben viszont ismét a 20 kilométer kerül fókuszba. Ez egy 1 óra 20 perces verseny, itt taktikázni már nem nagyon szoktunk. Itt igazából az első kilométerektől kezdve ugyanazt a tempót gyalogoljuk egészen a végéig. Szóval mondhatni, ez már egy sprint szám nekünk. Muszáj lesz ehhez hozzászokni, sőt, még a gyorsabb tempóhoz is, ugyanis a jövő évi Párizsi olimpián már ez lesz a hosszabbik gyaloglószám. Ezen kívül a 20 km mellett egy maratonváltót fognak megrendezni, ami 4x10,5 km-ből fog állni. Szóval muszáj lesz gyorsítanunk, ezért is szeretnénk még idén nyáron 5, illetve 10 km-en versenyezni, hogy ezt a gyorsabb tempót fel tudjuk venni a nemzetközi élmezőnnyel. Az augusztusi budapesti világbajnokságon még megrendezik a gyaloglók 35 kilométeres számát. Máté jelenleg a 40. helyen áll a világranglistán, amelynek első 50 helyezettje állhat rajthoz a VB-n. A kvalifikációs időszak május 30-án zárul. A nyíregyházi gyalogló egy hét pihenőt kapott edzőjétől, Pokrovanszki Józseftől, aztán folytatja a felkészülést egyelőre hazai környezetben. Nyáron pedig a tervek között szerepel egy szlovákiai és egy olaszországi magaslati edzőtábor a minél jobb világbajnoki szereplés érdekében.